Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a rendtöltő 5 óra 16. soron következő adásán. Ezennel talán magyar történelem egyik legfontosabb és legkiemelkedőbb mérföldkövéhez érkeztünk, ugyanis a 48-as forradalom által a magyar nép, a magyar nemzet ismételten bebizonyította a szabadság szeretetét és önrendelkezési igényét. A 48-as forradalom szóló előadásunk fontosságát is tekintve két részre osztottuk. Az első rész az, amit ma láthatnak, hallhatnak. Ez egy általános kerettörténet a 48-as forradalomról. Ez azt jelenti, hogy bemutatásra kerül, hogy a magyar forradalom hogyan ágyazódik be az európai keretbe, milyen hatással volt rá a francia, akár a bécsi, akár az olasz forradalom, és miért ne a magyar forradalom talán milyen hatása volt mindezekre, és az egész Európa alakulására. Ugyanakkor ezt követően március 14-én az ünnepi előadásunkon csak is kimondottan a magyar forradalomról lesz szó, és ennek kiemelten erdélyi sajátosságairól. Mai előadom dr. Tamási Zsolt, akik rendszeresen követték a rendtelt történelemórát valamennyire, azoknak talán be se kell mutatni, hiszen számos előadást tartott már ennek a projektnek keretén belül. Úgyhogy megköszönve, hogy újra elfogadta meghívásunkat, én át is adom neki a szót, önöknek pedig tartalmas időtölt is kívánok. Köszönöm. Jó estét kívánok! Én kifejezetten örülök annak, hogy két részre lehet bontani a 48-as forradalmat. Akiknek már tartottam előadást, biztos, hogy ismerik ezt a meglátásomat, a történelem olyan ugye nagy puzzle kirakos, ami gyakorlatilag nagyon sok kis puzzle-ből áll, nincs mintakép, hogy milyen kell, hogy legyen, és csak a történésznek az a dolga, hogy megpróbálja ezeket a puzzle-eket úgy illeszteni egymáshoz, hogy valamikor egyszer talán egy objektív kép is kialakuljon. Na most minél tágabb keretbe ágyazunk be egy eseményt, annál jobban látszik maga a kép, amelyet ki akarunk rakni, és éppen ezért fontosnak tartom azt, hogy a 48-as forradalomnak az esetében megnézzük azt, hogy milyen általános keretben történt ennek a kirobbanása, a lefolyása, melyek azok a hasonlóságok, amelyekkel egyformaságot mutat az európai gondolatokkal, illetve melyek azok a sajátosságok, amelyek kifejezetten magyar specifikumként tarthatóak számon a forradalomnak a történetében. Ugyanakkor az is egy fontos mozzanat 48-nak a történetében, hogy ez az egyik olyan nemzeti ünnepünk, amely már egy évvel az események megtörténte után szimbólumértékűvé vált. 1849. március 15-én már megemlékeztek a forradalom nagy ünnepéről, és azóta folyamatosan az egyik legfontosabb, ha nem is állami, de nemzeti ünnepként van számon tartva. Ez nagyon jó, viszont van ennek egy hátulütője is. A hivatalos rendezvényeken többnyire politikusok szoktak felszólalni, és a politikusok esetében mindig az adott politikai színeknek megfelelő vonulatokat szokták jobban kidomborítani, és ennek az eredményeként egy elég jelentős sztereotípia sorozattal találkozunk 48-ban. Tehát nagyon sokan tudnak arról, hogy Petőfi, Kossuth, Batthyány, aradi vértanúk, 12 pont pesti ifjak, kevesebben a Pozsonyi országgyűléstől, tudnak a honvédségről, tehát van egy Gábor Áron Rézágia, persze teljesen nyilvánvaló, Segesvári csatorni Fehéregyházi egyébként, tehát ilyen dolgok úgy berögzülnek a köztudatba, de ez tulajdonképpen 48-nak az arculatát nagyon összemossa és hiányossá is teszi. Ha az európai kontextust nézzük, akkor azt látjuk, hogy 1848-ban egész Európában egy általános forradalmi hangulat bontakozott ki, viszont a forradalmaknak három típusa is megjelent. Ez a három típus között megkülönböztetjük azokat a térségeket, ahol ilyen megelőző kormányintézkedésekkel sikerült megfékezni a véresebb eseményeket. Ezek a liberális országokban történtek meg, Belgium, Hollandia, Dánia, Svájc, illetve vannak azok az országok, ahol forradalmi kísérletek voltak, viszont ezek nem lettek túlságosan erőteljesek, és végül vannak a tényleges forradalmak 48-ból, a francia, a berlini, bécsi, az olasz, a cseh, a magyar, és lehet ezt sorolni, román, lengyel, stb. Na most, hogyha a típusoknak az eltérését nézzük, akkor azt látjuk, hogy a gazdasági szerkezete Európának egészen másként néz ki, és éppen ezért egészen más problémákkal kell megküzdeni.
az Európának az a térsége, amelynek kijárata van az Atlanti-óceánra, a gyarmatosítás következményeként jóval hamarabb kapcsolódik be az ipari forradalomba, és ennek az eredményeként ebben a térségben a gondot inkább a proletároknak a gondja, tehát a munkásosztálynak a gondja jelenti, nem annyira a feudális kötöttségű nemes, jobbágy probléma, és éppen ezért egészen más problémákra próbálnak megoldásokat találni. Ezzel szemben Közép- és Kelet-Európának a nagy gondja a feudális szerkezetnek az átalakítása polgári szerkezetté, éppen ezért ezeknek a forradalmaknak a történetében sokkal erőteljesebben találkozunk azzal, hogy a jobbágyságot fel kell szabadítani, a földeket ki kell osztani, a nemesi címeket el kell törölni, meg ehhez hasonló követelésekkel. Ugyanakkor egész Európának van egy közös vonulata. Ez a periódusban attól függetlenül, hogy éppen a munkásosztály gondjáról van szó, vagy pedig a jobbágyság gondjáról van szó, általános jelenség, hogy a tömegek nagy része, tehát a lakosságnak a jelentős része a szegénységben él, aminek az oka vagy a munkanélküliség, vagy a rossz termés, vagy mindenképpen egy szociális válság jelentkezik Európa szerte. Ugyanakkor a forradalmak bizonyos esetében nagyon erősen jelentkezik a nemzeti ellen. A nemzetiségi problémának a gyökere ott van, hogy a nemzet tudat, mint olyan, ekkor kezd átalakulni Európában. A feudális országban, például Magyarország esetében, a magyar nemes nemzet az azt jelentette, hogy a magyar nemesi társadalomhoz tartozik, a magyar királytól nemesi címet kapott, függetlenül attól, hogy etnikailag milyen származású. Két példa, Drágfi, ugye a román származású Drágosból, vagy a Jakafi, az örmény származású nemesi családot jelzi. De ők a nemes magyar nemzetnek a tagjai, viszont a 19. század közepén elkezd kialakulni, és egyre erőteljesebben jelentkezik az etnikai alapú nemzettudat, amely már azt jelenti, hogy az azonos nyelvet, azonos múlttal vagy kultúrával rendelkező csoport függetlenül a társadalmi helyzetétől saját magát egy nemzetként kezdi meghatározni, és ez a modern nemzetudat jelenleg is érvényes. Na mostan ezek a nemzeti problémák következménye az lesz, hogy nagyon sokan próbálkoznak ekkor a nemzetállam kialakításával. A nemzetállam lehetőségei az egyesítés, ott, ahol egy nemzet több önálló vagy nem önálló területre van szétoszolva, például az olaszoknál vagy a németeknél, a kiválás, mint az osztrák monarchia esetében a magyarok, ahogy ki akarnak válni az osztrák monarchia keretéből, vagy ahogy a horvátok ki akarnak válni ugyanennek a keretéből, vagy akár az orosz birodalom eset, amelyik megint egy ilyen korabeli szóhasználaton a népek börtönneként volt számon tartva, illetve van a harmadik lehetőség a nemzetállamra, vagy nemzetállamhoz közel álló próbálkozásra, amikor területi autonómiát, közösségi vagy egyéni jogokat próbálnak biztosítani, ez főleg Erdélyben a románok esetében tetten érhető, amikor negyedik rendi nemzetként próbálják magukat megfogalmazni. Tehát ezek azok az okok, amelyek az eltérő forradalmi típusokhoz vezetnek. Ugyanakkor ott találjuk a harmadik okot is, a Bécsi Szentszövetség válságát. A Bécsi Szentszövetség Napóleon legyőzése után jött létre 1815-ben, és ennek a szövetségi rendszernek az volt a tulajdonképpen a lényege, hogy minden típusú forradalmat meg kell akadályozni. Bárhol tör ki forradalom, minden európai koronás főnek kötelessége segíteni azon az uralkodónak, aki éppen forradalmi problémával küzdik. Na most ez a Bécsi Szentszövetségi rendszer azért bomlott meg, mert vannak olyan forradalmak, amelyek esetében támogatják például a görög forradalmat, és vannak olyan forradalmak, amelyekkel szemben ellenkezőként lépnek fel, és akkor a Bécsi Szentszövetség rendszere önmagával hasonlít meg. És éppen ezért ennek a szentszövetségi rendszernek a felszámolása is a forradalmak kiváltásának az egyik lehetséges oka volt. Ha a három típust külön vizsgáljuk meg, az első típus esetében azt látjuk, hogy mindig úgy sikerült megoldani a liberális országoknak a forradalom kitörését, hogy bevezették az alkotmányos reformokat. Erre még vissza fogok térni egy kicsit később is, de mindenképpen ezeknek a reformoknak a segítségével a lakosságot sikerült megnyugtatni. Egyedüli kivétel Svájc, ahol már 1847-ben volt egy rövid polgárháborús hangulat, viszont itt a reformbarát köröknek a győzelmével zárult az összeütközés, és akkor így be is vezették az intézményi reformokat. A második típusnál a
ahol ilyen forradalmi kísérletek voltak csupán, kiemelkedik Anglia, ahol 1848 áprilisában sikerült ezeket a mozgalmakat megfékezni szintén alkotmányos megoldással. Spanyolország, ahol egy diktatúrával szembe, Narváez diktatúrájával szembe kelt fel a lakosság, igazából nem kért semmiféle alkotmányos jogot, csak a diktatúrának próbált véget vetni, és ugyanezt történik Portugáliában is, ahol Costa Gabriel katonai diktatúrájával szemben vannak lázadások már 1846-47-ben, és amelyeknek mérsékelt reformok bevezetésével vetettek véget. Na most a harmadik típus, ami minket inkább érdekel, mert a magyar forradalom is ide tartozik, ezek a tényleges forradalmak, amelyeknek a mintája a francia forradalom, és nem feltétlenül az 1848-as francia forradalom, hanem jóval korábban az 1789-es első nagy francia forradalom már, amely a hármas jelszavát kezdte alkalmazni, ugye szabadság, egyenlőség, testvériség, és tulajdonképpen ez köszön vissza az 1848-as harmadik típusba tartozó európai forradalmak esetében is. Minden forradalomnak, amelyel Európában és Magyarországon is találkozunk, van egy sajátos forgatókönyve. Én most nem merem azt állítani, hogy ezt előre megszervezték, mert akkoriban a kommunikációs lehetőségek jóval visszafogottabbak voltak, mint most. Ha most történne, akkor azt mondom, hogy lemessengerezték ezt az egészet egymás között, viszont érdekes módon nagyon hasonlítanak ezek az esemény sorozatok egymás között Európában. Először is az alkotmányos átalakulást kéri mindenki. Tehát nem arról van szó, hogy meg akarják dönteni a királyságot, nem akarják az uralkodót letaszítani, nem csak azt kérik, hogy egy alapvető jogokat deklaráló alkotmány, amely garantálja a polgári átalakulást, ezt megszövegezésre kerül. Ahhoz, hogy egy ilyen alkotmányos átalakulás sorra kerülhessen, először is szükség van egy országgyűlésre, ahol ezeket a törvényeket meg lehet fogalmazni. Miután ezeket megfogalmazzák, meg kellene szavazni, és utána az uralkodó kihirdetésével életbe is kellene léptetni. Tehát mindenütt ez a forgatókönyv megy végig. A tényleges történetben, hogy hogyan lép érvénybe ez a forgatókönyv, azt látjuk, hogy az országgyűlést elkezdik követelni az uralkodóktól. Az uralkodók többnyire ellenkeznek. Mivel ellenkeznek, ezért barikádharcokra kerül sor. Itt látunk egy képet a párizsi barikádharcokról, illetve utána, a barikádharcok után a liberális erők egységesen próbálnak fellépni. Akkor, amikor látják, hogy a törvényes változásokat nem tudják kierőszakolni, a liberális rész egy kicsit visszavonul, előtérbe kerülnek a radikálisak, többnyire a fiatalok. Ez a magyarok esetében azt jelenti, hogy Kossuthék a liberálisok, Petőfiék a radikálisok. Tehát előkerülnek a radikális elemek, akik fegyveres megmozdulásokat kezdeményeznek. Ezeket a fegyveres megmozdulásokat többnyire katonai erővel leverik, és ezt követően a liberálisokat teljesen háttérbe szorítják, a radikálisok eltűnnek, és következik a represszió, vagyis a megtorlás. Ez szinte minden európai harmadik típushoz tartozó forradalom esetében így történik, a magyar kivételre még visszatérek. A forradalmak esetében nem csak a forgatókönyv közös, hanem más közös jellemzőket is megfigyelhetünk. Például a kéréseknek a csomagja, tehát attól függetlenül, hogy 12 pontot, 14 pontot vagy 21 pontot fogalmaznak meg helyenként, mindig tartalmazzák a társadalmi kéréseket, amely a polgári egyenjogú társadalmat próbálja bevezetni. Nemesség eltörlése, jobbágyság felszabadítása, ehhez hasonló. Megtaláljuk a gazdasági kéréseket. A földek kiosztása, kártérítése vagy kártérítés nélkül, szabad kereskedelem és ehhez hasonló gazdasági kérések. Megtaláljuk a nemzeti kéréseket, amely többnyire a nemzetállam felé mutat, illetve a politikai követeléseket, amelyek a függetlenséget próbálják kivívni valamelyik nagyhatalommal szemben. Például a magyarok esetében az osztrákokkal szemben. Nyilvánvaló, ezek a hangsúlyok a különböző térségek forradalmaiban eltérően jelentkeznek, mert például a franciák esetében a nemzetállam nem okoz gondot, mert a nemzetállamként létezik, ezért ott sokkal hangsúlyosabb a gazdaság és a társadalmi követelés. Ezzel szemben a németek vagy az olaszok esetében sokkal erőteljesebben a nemzeti jellel kerül kidomborításra. Tehát ezek a hangsúlyok eltérnek, de így is, úgy is ez az egész kérdés csomag, így mindenestől megtalálható az összes forradalomnak a programjában. Ugyanakkor, ami még megint csak közös ezekben a forradalmakban, a szimbólumrendszer. Ugyanaz a szimbólumrendszer köszön vissza a háromszínű kokárdáknak az esetében, tehát ahol kifejezetten érződik a francia minta
a piros-fehér-kék hatására mindenütt megpróbálnak három színűeket használni. Most a magyar zászlót gondolom mindenki ismeri, de azt tudjuk, hogy az erdélyi románok egészen 1848-ig a fekete-sárgát tekintették a saját nemzeti színüknek, az osztrák színeket, és csak 1848. júniusában Havasalföldön deklarálták román színként a piros-sárga-kéket. De ettől eltekintve a három színűségnek az igénye, ez mindenütt az összes forradalom esetében ott van, illetve van egy másik érdekes közös vonás, a laikus liturgiának a kialakulása. Ez azt jelenti, hogy az embereknek alapvetően igénye van a szimbólumrendszerre és a liturgiára, amiben szertartás van, nemzeti, van egyházi ima, vannak egyházi vértanúk, egyházi hősök és egyházi szertartásoknak a szent helyei. Ezek az egyházi szimbólumok helyett most egy olyan laikus liturgia kezdődik el, hogy van nemzeti hős, van nemzeti himnusz, van nemzeti ima, van nemzeti szent hely a nemzet oltára, és ehhez hasonló átalakulások a legradikálisabb a francia, aki a templom helyett törvénnyel teszi be ezt a laikus elemet, a Notre-Dame-ban például, viszont hosszú távon mindenhol megfigyeljük azt, hogy a magyar nemzet úgymond vértanújaként tekint az aradi vértanukra, az egyházi ünnepek, mert a nemzeti ünnepek előtérbe kerülnek, a körmenetek, amelyek az egyházi liturgiának a részei voltak, ezt a körmenetet felváltják, a fáklyás körmenetek, a fiataloknak a tüntetése, az örömünneplése, ami történik például a pesti ifjak esetében, tehát egy ilyen típusú laikus liturgia megjelenése szintén a közös jellemzők közé tartozik. Na most egészen röviden, nem szeretnék túlságosan leragadni az egyes európai forradalmak ellenzésénél, mert akkor nem férnénk bele az időkeretbe se. Az európai legfontosabb forradalmak között ott látjuk nyilvánvaló ez a harmadik típus esetében a francia forradalmat, ahol a második köztársaságot sikerült kikiáltani 1848-ban. Itt látjuk a kikiáltás körülményeit az utcai barikádharcok után. Itt a republikánus, vagyis a köztársaság párti erők alkottak egy ideiglenes kormányt, és bevezették a forradalmi törvényeket, ezek a politikai jogokat adták az általános választójoggal, rövidesen a nemzeti műhelyeket is felállították, hogy a munkások gondjai enyhítsenek, de ez egy teljesen elhibázott lépés volt, mert a nemzeti műhely azt jelentette, hogy a napi munkaidőt maximálták 10 órába, ami nagyon közel áll a mai 8 órás munkaidőhöz, ugyanakkor megemelték a fizetéseket, és ezek a munkásokat senki se kérte számon, mennyit teljesítenek. Abszolút csődhöz vezetett, mert a munkások 10 órát pihentek a nemzeti műhelybe, és nem termeltek annyit, amennyi kellett volna ahhoz, hogy a fizetésük kijön, ezért ezeket a nemzeti műhelyeket a későbbiekben fel kellett számolni, ami nyilvánvaló munkás sztrájkokhoz is eredményezett a későbbiekben. A munkásokat kénytelenek voltak kizárni a kormányból, a kormánynak le kellett verni a saját munkásainak a lázadását, és így kénytelenek voltak az új alkotmányban, amit már a 48. novemberében fogalmaznak meg, a munkások jogait nem betenni. Megválasztják a köztársasági elnöknek Bonaparte Napóleon Lajost, aki akárcsak első Napóleon, ő mag is 1851-ben a harmadik Napóleon néven császárra koronáztatta magát. Tehát a francia forradalom lefolyásánál azért egy belső ellentét megakadályozta ennek a sikerét. A berlini esetben megint egy erősebb iparvárosról van szó, alkotmányos monarchiát próbálnak kicsikarni, amit IV. Frigyes Vilmos meg is ígért, viszont az 1848. decemberében bekövetkező konzervatív fordulattal sor kerül a visszarendeződésre. Egyedül annyit érnek el, hogy felszabadított jobbágyság felszabadítva marad, de nem is volt túl nagy jelentősége, mert itt az iparosodás miatt a jobbágyi munkára nem volt akkora szükség, mint a gyári munkásokra. A bécsi forradalom, ez már nagyon közel van, és nagyon sok összefüggésben is van a magyar forradalmi eseményekkel. Azt látjuk, hogy Alexander Bach már a február során, tehát az 1848. februárjában egy 14 pontos petíciót fogalmazott meg, amely az alkotmányos jogokat kezdte követelni, párizsi hatásra nyilvánvalóan. Majd pedig a Kossuth fegyverleti beszédének a német nyelvet történő fordítása következtében egy olyan megmozdulás tört ki Bécsben, ami elvezetett a retteget kancellár Metternichnek a leváltásához március 13-án. Ez a diák lázadásról egy kép Bécs utcáin.
Ezt követően egy ideiglenes kormányt alakítanak, a királyi udvar vagy császári udvar Innsbruckba költözik, amivel gyakorlatilag meg is oldották a problémát. Bécs abból élt, hogy a császár ki kellett szolgálnia. Na most, ha a császári udvar elköltözik, Bécs munkanélkülivé válik. Egyszerűen somár problémák lépnek fel, és az embereknek tetszik a szabadság, de nem tetszik az éhezés, és ezért inkább lemondanak arról, hogy ilyen nagy forradalmárok legyenek, és elfogadják a kormánynak a visszatérését, amely a forradalmi vívmányok teljes eltörléséhez vezet, és a Schwarzenberg kormány bevezetéséhez. A frankfurti parlament az egy ilyen tipikus próbálkozás a német egységnek a megvalósítására, amelyet a magyarok azért támogattak, mert abban reménykedtek, hogy ha létrejön az egységes német állam, akkor megszabadulnak Bécsnek a nyomásától. Ugyanis a német egységmozgalomban két terv alakult ki, az egyik a kisnémet terv, a oroszok képviselték, ők azt mondták, hogy minden olyan területet kell egyesíteni Németországba, ahol többségben élnek a németek. És akkor ez gyakorlatilag a mai Németországot és a mai Ausztriát jelenteni, és ennek a fővárosa legyen Berlin. A nagy német tervet az osztrákok képviselték, szerintük Európának minden olyan részét kell egyesíteni, ahol egyáltalán német él, és akkor benne van már Tirol is, meg Erdély, meg minden, tehát az egész nagy német birodalom legyen Bécsnek az irányítása alatt. Ez a két elképzelés között nem tudta tulajdonképpen kiegyezni, ezért a frankfurti parlament az eredménytelen maradt. A parlamentnek volt egy másik nagy vita témája is, hogy a formája ennek a német egységes nemzetállamnak mi legyen, királyság vagy köztársaság. Végül a monarchikus megoldás mellett döntöttek, de az uralkodónak meghívott porosz uralkodó IV. Frigyes Vilmos azt mondta, hogy neki ilyen sárból jövő korona nem kell, tehát visszautasította, ezért is eredménytelen ez a frankfurti parlament. Az olasz forradalomnál Itáliában a probléma az, hogy ugyanazt akarják, de nem tudnak egységben gondolkodni. Mindenki azt szeretné, hogy ő legyen a főnök. Tehát legyen igen Olaszország, de lehetőleg mi legyünk azok, akik ezt irányítjuk. A legjelentősebb erők, amelyek a forradalmat támogatták között, ott találjuk ugye a liberális egyházi vonulatot, 9. Pius pápával az élen, aki úgymond támogatja liberális átalakulásokat, azért csak egy ideig, mert hogy az osztrákok, katolikusok és az osztrák császár, amikor azt mondja, hogy a forradalmat nem kell támogatni, akkor a 9. Pius is visszahozni fog. És Gioberto atya úgy képzelte el, hogy létrejön az egységes Olaszország, amelynek a királya tulajdonképpen a pápa legyen. A másik elképzelése sokkal liberálisabb, a Mazzini féle elképzelés. Egy köztársasági megoldásban gondolkodtak, amelynek a támogatása széles körül, hiszen ilyen jellegű megmozdulások voltak Velencében, a Pápai Államban, Toszkánában és Nápolyban is, viszont itt sem tudtak kiegyezni abban, hogy ezek a helységek közül honnan származzon majd a köztársasági elnök, és végül ott van Piemont, amely Észak-Itáliának az egyik leggazdagabb és legerősebb fejedelemsége volt, és itt Bálba azt szerette volna, hogy egy olyan nemzetállam jöjjön létre, amelynek a vezetője Piemont fog lenni. Ekkor nem sikerült, és csak egészen kis zárójelben, amikor majd megvalósul az egységes Olaszország, végül is Piemont volt az, amelynek az irányítása alatt ezt sikerült megtenni, és második Viktor Emmanuelnek a megválasztásával gyakorlatilag az első olasz nemzetállamot irányító, uralkodó éppen Piemontból érkezett. Tehát ez lett volna az életképes, csak a másik két változat, vagy a másik két törekvés nem akart Piemont mellé állni Itáliában. És így akkor, amikor Radetzky marsall legyőzi az olaszok, itt látjuk Radetzkynek a képét, akkor ezzel az itáliai forradalom gyakorlatilag véget ért, és ennek megint súlyos következményei voltak a magyar eseményekre, amit ezt látni fogjuk. A cseheknél a magyar forradalmat megelőzően már március 11-én elég sok megmozdulás van. A képet csak azért vetítem ki, hogy itt is látjuk azt, hogy utcai harcok, barikádharcok, katonaság és lakosság közti összecsapás is sorra került. Itt viszont egy olyan ausztroszláv propaganda indult el, amely nem akarta, hogy elszakadjanak az osztrákoktól, és nem akarták azt, hogy létrejön az egységes német állam, mert a csehek nem akartak részt venni egy olyan országon belül, ahol egy nagy német egységben a csehek éppen egy kis, apró kicsi kisebbséget képviseltek volna. A cseh nemzetudat ugyanis Európában az egyik leghamarabb kifejlődő nemzetudat volt. Már a 15. században megfigyelhetjük Husz János prágai egyetemi rektornak az idejében azt, hogy a németeket hát nem nagyon szerették. Tehát
most nem tudom, hogy fogalmazzam ezt, amikor a Prágai Egyetem emeleti ablakaiból útnak indítják a német nyelven beszélő professzorokat, és landolás után pedig eltemetik. Tehát ez már 15. században megtörtént. Tehát ekkor a 19. században még erőteljesebb ez, hogy nem akarnak egy nagy német egységen belül ott lenni a csehek, és végül a Lindisgrécz-féle ellentámadás a cseh mozgalmat is leverte. Na most a magyaroknál miért más a forgató? Emlékszünk még arra a forgatókönyvből, hogy országgyűlés követelése, az uralkodó ellenkezése és utána barikádharc. Magyaroknál nem kellett országgyűlésért az uralkodóhoz fordulni, mert a magyar országgyűlés Pozsonyban 1847-ben hivatalosan már össze volt hívva, 1848-ban ez a pozsonyi országgyűlés már működik. Tehát gyakorlatilag az első, a forgatókönyvnek az első olyan láncszeme, ahol megakadt a többi esemény, itten adott volt, hiszen nem kellett véres barikádharcokat vívni. Ettől egészen más az összes európai forradalomhoz képest a magyarnak a jellege, hiszen itten egy törvényes átalakuláshoz szükséges összes feltétel együtt volt azzal, hogy az országgyűlés már működik. Ha a kronológiát nézzük meg a magyar eseményeknél, akkor a következőket láthatjuk. Először is 1825 és 1848 között a magyar reformkori országgyűléseken előkészítették az összes olyan törvényjavaslatot, amely 1848-ban életbe lépett. Tehát itt nem arról van szó, hogy összehívunk gyorsan egy országgyűlést, és egy-két hét, egy hónap alatt megszavazunk egy komplex törvényrendszert, amit alkotmánynak nevezünk, hanem arról van szó, hogy egy hosszú folyamat eredményeként kiérlelődik minden olyan gondolat, aminek törvényes kereteit már megszövegezték, és ezeket a törvényes kereteket kell tulajdonképpen már csak biztosítani, és a változás ezzel meg is történik. Ugyanakkor ezekről a változásokról, amelyeket az országgyűléseken elővetítenek, a Pesti Hírlap segítségével a lakosság már kapcsolatba került, tehát a magyar lakosság úgymond fel van készítve ezekre a változásokra, nem új információként kapja meg, hogy a politikusok vagy akik éppen bejutottak az alkotmányozó nemzetgyűlésre mivel foglalkoznak, hanem nagyon jól ismeri azokat a kérdéseket, amelyeket ottan tárgyaltak. Ugyanakkor 1848-ban, amikor a forradalmi események elkezdődnek Párizsba, a pozsonyi diétára, a pozsonyi országgyűlés olyan szempontból hatott ez serkentőleg, hogy a Kossuth Lajosnak a erőteljesebb reform törekvéseit inkább kezdik komolyan venni, mint korábban. Ezért a felirati beszédét már február végén, 25-én megszavazzák Kossuthnak, és akkor, amikor ez a párizsi forradalomnak a híre egyértelművé válik, és a magyar országgyűlési képviselők is erről értesülnek, március 3-án ezt a beszédet el is fogadják. Ezt követően március 12-én megjelenik az első változat a 12 pontnak. Ezt csak azért akartam kivetíteni, mert nem Petőfi írta, hanem Irinyi József volt az, aki megfogalmazta tulajdonképpen az első változatát a 12 pontnak. A későbbiekben Irinyinek a szerepe egy kicsit úgy a háttérbe került, mert ugye ő nem lett forradalmi vértanú, mi Petőfi igen, és akkor a vértanúhoz sokkal több mindent kapcsoltak, mint amennyi valójában az ő értelme lett volna. És akkor, amikor a március 13-án a bécsi forradalom híre is megérkezik Magyarországra, akkor nem csak az alsóház, hanem a felsőház is elfogadja Kossuthnak a felirati beszédét, és így gyakorlatilag a forradalmi erők összes, tehát a magyar politikumnak az összes vonulata ugyanazt akarta. Tehát ezért nagyszerű az, ami történik március 15-én, mert a magyar történelemben ritkán fordul elő az, hogy az összes politikai színben található politikus ugyanazt akarja. Tehát ahol két magyar, ott három párt, ez gondolom mindenki számára ismerős. Na most itt az történik, hogy Széchenyi, aki halálfejes pillangónak nevezte Kossuthot. És Kossuth, aki a későbben megbuktatta a radikálisnak tekintett Petőfit, tehát ezek egymásnak tényleg nagyon kemény politikai ellenfelei voltak, ugyanazt akarják ebben a pillanatban, és ezért lehetett a nagy nemzeti összefogásnak az ünnepe március 15-e. Tehát nem az a lényeges benne, hogy Petőfi szavarta, nem szavarta a múzeumnak a lépcsőjére felállva. Valószínűleg nem szavarta ottan el. Máshol szavarták el a nemzeti dalt. De a lényeges az, hogy sikerült ezt a nagy nemzeti összefogást megvalósítani, és a 12 pont végleges szövege is megfogalmazásra került. Itt látjuk ugye a kinyomtatott változatot, amelyet a Landeler Nyomda műhelyében készítettek el. Na mostan ez a 12 pontnak a kapcsán azért azt mindenképpen mindig el szoktam mondani, ha valaki már hallotta tőlem, akkor ezt elnézést kérek, hogy ismétlem magam, de ez egy rövidített változata a magyar forradalmi törvénykezésnek.
Gyakorlatilag az van, hogy Petőfiék a kávéházban elérik a pesti hírlapot, olvasgatják a törvényeknek egy részét megértik, és egy részét nem értik meg. Amit megértettek, az bekerül a 12 pontba, amit nem értettek meg, az nem kerül a 12 pontba. Azért, hogy ezt egy kicsit ábrázolni is tudjam, a következőkben ugye kinevezték ugye Batthyány miniszterséget is március 17-én. Ha megnézzük egy kicsit azt, hogy hogyan néznek ki a törvénycikkek, amelyeket elfogadott a Pozsonyi Országgyűlés, és hogyan néz ki a 12 pontnak a tartalma, akkor azt látjuk, hogy a közös pontok tulajdonképpen, amelyek mindenütt egyformán benne vannak, és ezek a legerőteljesebb kérések tulajdonképpen a közteherviselés, tehát az egyforma adózás, jobbágyfelszabadítás, a politikai jogok biztosítása és a felelős kormánynak a kinevezése. Vannak olyan törvények, amelyek közösek a pozsonyi törvénykezésben és a pesti 12 pontban. Itt találjuk a független felelős magyar minisztériumot, az évenkéti osztálytűrés, az uniót Erdélyen, ez tényleg mindenütt megjelenik, a földesúri esküccégi törvényhatóságnak a megszüntetését, az alsó viteli bíróságnak a felszámolását, úrbeli terhek eltörése, sajtószabadság, vallási és polgári egyenlőség, nemzeti őrselet, tehát egy külön katonaságnak a létrehozása, illetve a Nemzeti Banknak a megalakítása. Vannak olyan kérdések, amelyek hosszabban jelennek meg a pozsonyiba, viszont összefoglalja őket röviden a 12 pont. Az egyik ilyen Kraszna középszolnok Zaránd vármegyék Kővárvidék és Zila városának a visszakapcsolása, ez gyakorlatilag a parcím. Tehát az a térség, amely nem tartozik a történelmi Erdélyhez, de amely nem a magyar kormány, vagy nem a Magyarországgal közös ügyek irányítása alatt volt Bécsben, ezt a visszakapcsolást már 1848 áprilisában kezdeményezik. Most elfelejtettem hozni azt a kicsi piros bütyűt, de azért gondolom mindenki a Arad, Bihar, Szatmár és Máramaros térségét Erdély szélénél onnan is látja, tehát ennek a térségnek a visszacsapolását kezdték el már 1848. április 11-e után. Ugyanakkor ezek a törvénycikkek, amelyek itt most kivetítettem, gyakorlatilag röviden benne vannak a 12 pontban is, hiszen a közös terhelés és az úrbeli terhek eltörlése, a fölösvet és jobbágyait legelőnek az elkülönítése, ugyanaz a társadalmi kérés csomag, jobbácsak nemesség közti különbségnek a megszüntetése, a papi tízet pedig megint csak az adó egyenlőséggel kapcsolódik, a felelős minisztériumot pedig már láttuk, hogy tételesen is megfogalmazták. A 12 pontnak csak egy újdonsága van, a politikai foglyok szabadon bocsátása, Táncsicsnak a kiszabadítása, ami megint közismert. Viszont van egy sor olyan törvény, amit Petőfiék nem értettek. Tehát ezek csak a pozsonyiban vannak meg, és nem találjuk meg a 12 pontban. Hát ez a Dicsérjük József Nándor emlékének a törvénybe iktatása nem is volt igazán annyira forradalmi kérdés, viszont itt vannak fontos dolgok, mint az országgyűlési követek népképviselet úton történő választása, az ősiségi jog, ez a nemesi folytonossággal kapcsolatos ennek az eltörlése, a közigazgatási szabályozások, a tisztválasztásoknak a szabályozása, az egyetem vagy az oktatásnak az átutalása a laikus szférába az egyházi kézből, tehát az állami oktatásnak a kezdetei, a nemzeti színek és nemzeti címernek a jelentősége, és még jó néhány közigazgatási egységnek a visszacsatolása. Na most a forradalmak esélyeit nézve, milyen eséllyel indul egy forradalom, és milyen eséllyel indult a magyar forradalom? Először is ott vannak a külpolitikai esélyek. Nyilvánvalóan egy felelős kormánynak fel kellett mérnie azt, hogy az a változás, amit ő kezdeményez, az megvalósítható, kap-e rá támogatást külföldről, vagy nem kap rá támogatást. Most az esélyek esetében ez a nemzetközi támogatásnál Angliában bíztak a legjobban a magyarok, mert hogy az angol állam az egy köztetett alkotmányos monarchia, a demokratikus, liberális jogok biztosítása, és akkor miért ne támogatna ezt a magyar, szintén hasonló átalakulási törekvés. Viszont az angolok úgy látták a híres egyensúlypolitikájuknak megfelelően, hogy Európában fontos az, hogy ott maradjon stabil tényezőként az osztrák birodalom, mert ha ez szétesik kisállamokra, akkor a térségben vagy a poroszok fognak nagyon megerősödni, vagy keletről az oroszok fognak túlságosan megerősödni, és veszélybe kerül az európai általános béke, ezért azt mondták, hogy inkább maradjon az osztrák monarchia, és ezért nem támogatják a magyarokat. Ha a nagy német egységterv bejön, vagy a német egységtervből
Ha a kisnémet terv megvalósul, akkor az osztrákok elveszítették volna az elsőségüket a kisnémet területen, ezért a magyarok abban is reménykedtek, és nagyon táplálták a frankfurti országgyűlésben, parlamentben azt az ötletet, hogy a poroszok hozzák létre Németországot, mert ha ez így van, akkor a császárt meg lehet hívni Budára, és ha a császár Budára kerül, akkor az, hogy osztrák császár volt, az zárójelbe kerül, a magyar királyi címe fontosabbá válik, és meg is hívják. Az más, hogy nem fogadja el az osztrák császár, hogy ő Budára tegy át a székhelyét, de ebben is láttak egy fantáziát a forradalomnak a kezdeti szakaszában. Ugyanakkor abban is reménykedtek, hogy a különböző környéken történő forradalmak lekötik az osztrákok erejét, például az olasz forradalomtól nagyon remélték, hogy Piemont sokáig fogja tartani magát az osztrákokkal szembe, viszont akkor, amikor Radetzky legyőzi az olaszokat, akkor tulajdonképpen ez a külpolitikai esély is esett. Tehát gyakorlatilag a magyar kormánynak fel kellett volna mérnie 1848, hát úgy augusztus-szeptemberében, hogy a külpolitikai támogatás esélye minimális. Igen. Na most belpolitikailag azt látjuk, hogy az országban nagyon sok olyan probléma van, amelyre a magyar kormány nem tudott reális választ adni. Az egyik a katonai határőrvidéknek a problémája. Itt ugyanis az van, hogy a nagy nemzetiségek közül a románok, a horvátok és a szerbek is fegyveres erőkkel rendelkeznek, és az osztrák katonai határőrvidék keretén belül szolgálatot teljesítenek, éppen ezért egy olyan tömegről van szó, amely nem csak létszámával fenyegető, hanem a fegyveres erejével is fenyegetés. Ezért kellett volna egy megfelelő tárgyalási felületet találni ezekkel a csoportokkal, viszont a magyar kormány a kezdeti eufóriában nem vette annyira komolyan ezeket a nemzetiségi problémákat. Ha a horvátok esetében azt javasolják, hogy ha nem tetszik nektek a magyar kormány, szabadjatok ki, legyen Horvátország. Csak a probléma ott volt, hogy Josip Jelačić, akinek a képe is kicsit hamarabb lehűlt, kinézkedett, ott a PPT-nek a szerkesztését, tehát ő Jelačić, viszont egy teljesen aulikus osztrák császár hű úriember, aki szeretné, hogy az osztrák irányítás alatt maradjanak együtt, tehát ő nem akarja azt, hogy ő levál Magyarországról, mert azzal elismerni azt, hogy Magyarország már levált az osztrákoktól. És ezért ez a horvát párbeszédnek a gyökerénél volt egy probléma, amit a magyar kormány nem tudott megfelelően prezentálni a horvátok felé. A szerbek esetében Josip Rajačić szerb érsek, ortodox érsekről van szó, karlovici székhelyen, neki a problémája az, hogy egy szerb autonómiát próbál megvalósítani egy olyan térségben, ahol a szerbek kisebbségben vannak. Tehát a délvidéki térség, Karlovic térség és egészen el a Bánság területe szerb kisebbség van. Viszont őt támogatja a háttérből Nagy Szerbia, akinek majd a jelentősége a világháborúkor fog inkább erőteljesen megnézni, de már most is ott van a próbálkozás, hogy egy nagy-nagy szerb Balkánt kellene létrehozni, és hogyha most Rajačić el tudja játszani ezt a nemzetiségi kártyát, és kiszakítja a délvidéket és a bánságot a monarchia területéből, akkor ez jó, viszont ez csak akkor teheti meg, hogyha a magyarokkal szemben az osztrákokat támogatja, mert furcsa logika egyébként, mert akkor előfordulhat, hogy amit a magyaroknak nem adnak meg az osztrákok, azt jutalmul megadják majd a szerbeknek. Tehát egy ilyen elképzeléssel indult a karlovici nemzetgyűlés, és akkor, amikor Rajačić átvette vezető szerepet a szerbek körében. És nyilván ott vannak a románok Erdélyben, amiről majd a következő alkalommal többet is fogok majd beszélni, hiszen az erdélyi specifikumnak a része, azt mindenki tudja, hogy ők az osztrákok oldalán maradtak végül. Na most ez a forradalom, ami elkezdődik, tulajdonképpen azért válik fegyveres konfliktusra, mert a kivívott pozsonyi szabadságjogokat a császár visszaveszi, és azzal, hogy visszaveszi, a kivívott szabadságot meg kellett fegyveresen védeni. Tehát a fegyveres mozdulat a szabadságharc szervezésénél kezdődik tulajdonképpen el, így minden más európai forradalomnál már a barikádharcoknál találkoztunk ezzel a fegyveres mozdulattal. Na most ahhoz, hogy fegyveresen valamit lehessen tenni, meg kell szervezni a nemzetőrséget, meg kell szervezni a honvédséget, ugyanis azok az országban található császári királyi csapatok, amelyek felett a rendelkezést a Batthyány kormány megkapta, azért egy nem túlságosan kiszámítható csapat, hiszen vegyes feltöltési csapatokról van szó, különböző nemzetiségű katonák és tisztek szolgálnak benne, és éppen ezért a magyar kormányhoz való hűségük nem lehetett teljesen biztos.
Az önálló magyar fegyveres erőnek a megszerzésében különböző típusú sereg egységekkel találkozunk. Ugye a legfontosabb a honvédség, ezt a Batthyány kormány már április végén, a 26-án elrendelte a felállítását, akkor 10 zászló egy szerveződött, és ez folyamatosan tart a forradalom és szabadságharc végig a honvédségnek a toborzása. Ugyanakkor létrehozzák a mozgó önkéntes nemzetőrséget. Ez azért érdekes az, hogy mozgó önkéntes nemzetőrség, mert a nemzetőrségi törvény tulajdonképpen arról szólt, hogy minden térségben, minden helységben az ott élő emberek biztosítsák az általános nyugalmat, és nemzetőrökként ügyeljenek arra, hogy ne zavarja meg semmi a békés átalakulást. Azzal, hogy mozgóvá teszik ezt a nemzetőrséget, ez a nemzetőrség kiszakítható a szálláshelyéről, és egy hadszíntérre elvezényelhető. Ez pedig egy kicsit problémás, mert a nemzetőrök nem hivatásos katonák, hanem önkéntesek. Éppen ezért a katonai fegyelem terén és a katonai parancsok ismeretében is jóval hiányosabb a képzésük, ezért nem is annyira jól használhatóak. Nem volt a legokosabb döntés ezeket az embereket elmozdítani otthonról. Ugyanakkor Batthyány kormány megpróbálja azt is elérni, hogy azokat a csapatokat, amelyekben magyar kiegészítés is van, tehát akik a profi katonaságot jelentik, mert császári kötelékben már régóta katonai szolgálatot teljesítenek, ezeket vagy hazavezényelni, vagy a Magyarországon található magyar kiegészítési csapatokat úgymond összpontosítani, és ez legyen a bázisa a magyar forradalmi megmozdulásnak. Ide már nem még írtam fel, de a forradalom során, amikor a veszélyhelyzet növekszik, akkor még ezek a csapatok mellett engedélyezik a szabad gerilla csapatoknak is a működését. A gerilla csapatok nem kapnak fizetést, nem kapnak ellátást, hát a gerilla módszereket használva, rajtütésszerű támadásokat hajtanak végre, fegyvert rabolnak maguknak, viszont jó volt bizonyos szempontból a gerillacsapatoknak a működése, viszont majd Erdélynél látni fogjuk, például 60-inak a gerillacsapata azért okozott gondot is azzal, hogy nem kommunikált a központi hadvezetéssel, és ezért olyan önkéntes akciókat is végrehajtottak, amelyekre a magyar kormány részéről nem volt felhatalmazásuk. Tehát ebben az esetben történik meg az, hogy egyet akar a magyar kormány, és a gerillacsapat későn tudja meg, hogy mást akartak, és végrehajtott egy nem egészen megfelelő hadműveletet, de erre majd 14-én még visszatérek. Na most a szabadságharcnak a kronológiájában azt látjuk, hogy ez akkor kezdődik, amikor szeptember 11-én a Jelasics horvát seregeivel átlépi a Drávát. Ezt követi nagyon gyorsan a délvidéki szerb felkerés, így az ország déli részén egyszerre két fontos katonai megoldásra is szükség van, ami eleinte jól működik. A Fákozdi csatában, ugye Sukoró térsége, szeptember 29-én a magyarok egy nagyon híres és emlékezetes győzelmet tudnak aratni. Ezt követően viszont a problémák, amikor elkezdődnek, a Batthyány kormány helyét átveszi egy új testület, az Országos Honvédelmi Bizottmány, és ennek az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a vezetője Kossuth Lajos lesz. Itt vállal tulajdonképpen olyan feladatot, amihez első alkalommal nem értett. Tehát Kossuth Lajos kiváló szónok volt, kiváló retorikus, kiváló politikus, kiváló képviselő, kiváló liberális gondolkodású, kiváló, nagyon sok mindenben kiváló, de nem a hadsereghez értett. Tehát a hadsereg nem az a terület, amihez ő értett. Tehát lehet, most nagyon sok példát tudunk hozni, jó orvost nem tesznek oda atomfizikai kísérletekre, mert nem ahhoz értett. Kossuth Lajosnak ez volt az a mozdulat, amikor nem ezt kellett volna neki elvállalni, mert ezzel talán egy kicsit ártott is a későbbi eseményeknek. Ugyanis ő nem tudott mit kezdeni azokkal a megmozdulásokkal, amelyek elkezdődnek októberben, amikor nyíltan elkezdődik az osztrákok részéről az ellenforradalom, és amely ellenforradalom mellé odaállnak a nemzetiségek, és amely Erdélyben is és máshol is polgárháborús konfliktusokat eredményezett. Az Országos Honvédelmi Bizottmány részéről történő kisebb útkeresésnek az eredménye, hogy eleinte az osztrák győzelmekkel találkozunk. Decembertől eléggé jellemző az, hogy a legtöbb alkalommal, főleg Észak- és Nyugat-Magyarországon az osztrák csapatok győznek, és a magyarok egyre inkább szorulnak visszafele, a főváros eleste után a kormány át is kell költözzön Debrecenbe. Na mostan, ami fontos viszont, hogy a magyarok kitartás ebben a szabadságharcban továbbra is jelentős maradt, tehát hiába volt egy ilyen sorozatos, nagyon erős osztrák győzelmi
sorozat. A magyar ellenállásnak, magyar ellenállást nem sikerült ezzel felszámolni, és tavasszal, amikor a megfelelő szakembereket, tehát a megfelelő hadvezéreket megkapták, akkor egy jelentős magyar sikersorozattal találkozunk, amelynek a legfőbb állomásai között ugye ott látjuk Bemaponak az erdélyi hadjáratát, amiről majd még beszélünk, Klapka vagy Percemornak a Tisza vonalán szerzett győzelmeit, Görgei Artúrnak a felvidéki sorozatát, illetve Bácska és Bánság visszaszerzését, amelyet szintén Percemornak köszönhet. Na most ez a fegyveres konfliktus elfajul odáig, hogy a nyílt szakításra is sor kerül az osztrák és a magyar fél között, amelyet kiváltott az, hogy Windischgrätz januárban, amikor az osztrák seregek győzelmei jobbak, tehát nagyobb számban voltak jelen, akkor azt kéri, hogy a magyarok feltétel nélkül adják meg magukat az osztrákoknak. Ezt követően egy kicsit még nagyobb gallérral vagy mellénnyel az osztrákok Olmützben márciusban kiadják az oktroyált alkotmányukat, amelyben egyáltalán nem vesznek figyelembe semmit a pozsonyi törvénykezésből, és tulajdonképpen bebizonyítják azt, hogy nem vették komolyan azokat az engedményeket, amelyeket tettek, és hogy a jövőben nem is szándékoznak komolyan venni a magyar követeléseket. Erre a válasz nem is késett, ugye a debreceni nagy templomban, két tornyú április 11-én Kossuthnak egy nagyon lelkes beszéde után, ebben tényleg nagyon jó volt, Magyarország függetlenségét szépen kimondták. Ezt csak azért mondom, hogy tényleg nagyon jó volt, tehát a kossuthi életművet, hogyha valaki úgy olvasgatja, tehát retorikailag annyira jól felépített szövegekről van szó, hogy nem lehet egy Kossuth beszédet úgy letenni, hogy az ember elkezdi olvasni, majd holnap befejezi. Tehát azt a beszédet végig kell olvasni, mert az úgy megkapó. Tehát ebben tényleg nagyon jó volt Kossuth. Na mindegy, a lényeg az, hogy a függetlenséget szépen kimondták, és ezt katonailag is sikerült szentesíteni azzal, hogy május 21-én a fővárost, Budát visszafoglalták az osztrák seregek. Ekkor döbbentek rá az osztrákok arra, hogy a magyar forradalomban annyira nagy energia van még a háttérben, hogy nem lehet ezt külső segítség nélkül legyőzni, és ekkor fordulnak a Bécsi Szentszövetség jogi kereteit felhasználva az oroszokhoz segítsége Miklós cárhoz, és megkérik, hogy a Bécsi Szentszövetség szellemében a magyar forradalmat igyekezzenek a leverésben támogatni. Ez az orosz intervenció, amikor elkezdedik, a magyar forradalmi vezetés is érezte, hogy ez egy akkora túlerő, miközben nincs semmi külső segítség a magyarok számára, hogy itt már csak az Isten segíthet, ezért elkezdődik a keresztes hadjárat. Ezt csak azért mondom, ezzel a hangsúlyal nem vallás ellen akartam ezt megfogalmazni, hanem azért, mert minden alkalommal, amikor keresztes hadjáratot kezdeményeznek, vagy pedig egyfajta imát bevezetnek egy pápai bulával, egy háborúnak a sikerért, mindig egy olyan pillanatban történik, amikor felmérik, hogy katonailag minimális az esély a győzelemre, viszont a nép lelkesítését jól lehet fokozni még ezzel a vallásos fölteltel. Ez történik például a Nándorfehérvári csata előtti imabullában, ez történik a keresztfeladatnak a meghirdetésénél, és ez történik Magyarországon akkor, amikor ez a keresztes hadjáratot elkezdik. Sokan azt mondják, hogy hiába való volt, nem egészen biztos, mert ez a keresztes hadjárat tulajdonképpen mindenkit bekapcsolt a forradalmi gondolkodásba, és még ha le is verték a forradalmat, ez a hadjárat, vagy az az ima sor, amit akkor megfogalmaztak, hosszú távon hozzájárult ahhoz, hogy a forradalmi eszmék mellett elköteleződik jobban a magyarság, nem mond le ezekről, majd kérdés után ezeket életbe is tudják léptetni, és még volt egy nagyon érdekes vonulat, ami egész Európára kihatott, hogy ebben az ima sorokban, amit ekkor megfogalmaznak és kiküldnek, az oroszokat nagyon-nagyon csúnya ördögöknek festették le. Na most ennek az eredménye, hogy az orosz vörös veszélytől mindenki fél, és egészen a II. Világháború végéig, amikor ténylegesen a kommunizmus úgymond elterjedt, mindig ott volt ez a nagy félelem Európában, de még Amerikában is, hogy csak az a vörös veszély ne jöjjön. De ennek a vörös veszélynek a megalapozása, a szövegei, azok ebben az ima sorozatban találhatóak meg, ami tényleg a pokol nem tudom hányadik budjából feljövő ördög, nagyon jámbor ember az orosz mellett, ahogy megjelenik ezekben az imákban. Tehát ilyen szempontból is fontos volt ez a keresztes hadjárat. Na most a végén Görgei leveszi a fegyvert. A történelmi emlékezés egy része Görgeit árulónak tartja, mások pedig előre látónak tartják. Na most ez a világosi fegyverletétel esetében ugyanis az a helyzet, hogy akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem sikerül a magyar erőknek egyesülni, és valaki így is le fogja őket győzni,
Görgei azért ragaszkodott, hogy az oroszok előtt tegye le a fegyvert, mert hogyha az osztrák előtt teszi le, akkor egy belső lázadást az osztrákok saját maguk megfékeztek. Ez belügy, ebben többet senki ne szóljon bele. Ha viszont az oroszok előtt teszi le a fegyvert, akkor ez külpolitikai kérdés, és éppen ezért nemzetközi a megtorlásnak a jellege is, és előrelátó olyan szempontból, hogy letéve az oroszok előtt a fegyvert, a későbbiben, amikor elkezdődnek a megtorlások, éppen az oroszok szólnak rá az osztrákokra, hogy azokat a tábornokokat, akik nekem adták meg magukat, milyen jogon végeztétek ti ki, és ezzel fullad ki 51-52-re a megtorlási hullám, és úgymond élik túl a forradalmárok a bosszúját az osztrákok. Na most a bukásnak az okai, az általános európai keretet nézve azt látjuk, hogy vannak személyes ellentétek a forradalmi vezetők között. Ez minden országban megfigyelhető, Frankfurtban vitáztak, az olaszok vitáztak, tehát ilyen jellegű viták egész sorozata van. Minden országban, főleg Közép- és Kelet-Európában megtaláljuk, hogy több nemzet és több társadalmi réteg is próbál részt venni a forradalomba, mindenki a saját érdekeit képviseli, és ez előbb-utóbb érdekellentéthez vezet közöttük. Például a franciáknál a munkások és a közösségi párt esetében. Ugyanakkor az is ott van, hogy az a hadsereg, amelyet gyorsan verbúválnak a forradalom érdekében, az vagy kislétszámú, vagy kislétszámú és nem képzett, vagy egyszerűen csak nem képzett katonaságot, irreguláris hadtestet alkot, éppen ezért ez reálisan nem tudott fellépni egy profi hadsereggel szembe, illetve nagyon mély a jobbágyi társadalomban a kötődés az uralkodóhoz, a jó császár mitosza meghatározó. Tehát, hogyha ha a császár tudná, hogy milyen nagy bajban vagyok, akkor biztos segítene, csak szegény nem tudja, kell szólni neki. A Ludas Matyi történet. Tehát a földes ura hibás, a jó császár, ha tudná, akkor nem volna baj. Tehát ez az uralkodói lojalitásnak is ott van a szerepe az általános bukás okainál. Magyarország esetében az elsődleges probléma az, hogy a sok nemzetűségű Magyarországban nem tudták nemzeti kérdést megnyugtatóan rendezni a forradalom ideje alatt. Tehát nem találták meg azt a közös pontot, ahol kötöttek. A magyar kormány azt hitte, hogy ha kiterjeszte a politikai jogokat minden nemzetiségre, akkor mindenki ajándékba kapja mindazt, amit addig remélt, miközben a nemzetek abban reménykedtek, hogy ők is nemzetként elvesznek, külön nemzetként fogadva. És akkor a magyarok nem értették, hogy mi az, ami hiányzik még a nemzetiségeknek. Mert eddig az volt a bajuk, hogy nem vehettek részt a politikában, nem volt földjük, adót kellett fizetni, meg ehhez hasonló. Most választhatnak, földet kaptak tiszta ingyen, ugyanannyi adót fizetnek ők is, mint a nemesek, és azt hitték, hogy megoldották a problémát. Közben a nemzeti kollektív jogokat nem tudták biztosítani, és ez az egyik probléma, miatt a nemzetiségek nem álltak a forradalom mellé, és nyilvánvalóan a legsúlyosabb a bukásban az orosz intervenció volt, a külső beavatkozás. És akkor a legvégére hagytam egy ilyen meghamisítás történetet. Miért van az, hogy esetleg olyasmit is mondtam, amit eddig máshol nem olvastak? Azért, mert az 1848-as forradalomról a különböző történelmi korszakokban napjainkig másként beszéltek. 1849-től 1867-ig nem volt szabad erről beszélni. Osztrák megtorlás periódusában nem lehetett arról beszélni, hogy az osztrákokkal szembe felléptek a magyarok. 1867-től az első világháborúig nem illett, mert akkor éppen összeborult a magyar és az osztrák, volt egy nagy osztrák-magyar monarchia, most minek kekezkedjünk szegény osztrákokkal, hogy valamikor volt egy forradalmi megtorlás. 1920 Trianon után egész 1940-ig minden más fontosabb volt, mint a 48-as esemény, éppen a revíziós problémák jelenléte miatt nem volt téma 48, és 1948-tól 89-ig kommunista szempont uralt a történelmet, amely alul a víz és fejül a gálya, de mégis a víz az úr, és akkor sokkal jobban tetszett nekik az, hogy Petőfi radikálisan szembe ment a rendszerrel, és teljesen elhallgatták azt, hogy a magyar nemesi réteg Pozsonyban önként mondott le a jogairól. Széchenyiék lemondtak arról, hogy adómentesek legyenek. Tehát azt a részét teljesen elhagyták, és akkor 1989 után elkezdődik az úgynevezett mitosztalanítás és a reális képnek a megkeresése, viszont nagyon nehéz a dolog, mert ez a kép, amit ott látunk, ez a Csanádi egyházmegyei levéltár protokolluma 48-49-ből, ahol jól látható, hogy azért, hogy a megtorlást ki lehessen védeni, azokat a részeket a jegyzőkönyvből, ahol kompromittáló iratok voltak, 49-ben gyorsan kivágta a levéltáros, hogy ne lehessen törvényszék elé juttatni azokat az embereket, akik akkor részt vettek a forradalomban. Nagyon jól tette. Nagyon sok emberi életet mentett meg ezzel. Most így utólag történészként ez a rész elég nehezen feltárható, amit így ollóval, nem ecetesen, de sima ollóval elrendeztek. És akkor mi történt Erdélyben, most a következő alkalommal mondanám el. Köszönöm a figyelmet!